Bioelektro energiaregulációs rendszeren alapuló mágneses terápiát mi 3 éve használjuk osztályunkon, tekintettel arra, hogy közkórházi rehabilitációs osztály vagyunk, ezért a megbetegedések széles skálájára tudjuk alkalmazni. Elsősorban és nagy jó eredménnyel alkalmaztuk a diabetes mellitus, azaz magyar nevén a cukorbetegséghez társuló szövődmények, mint a perifériás ideggyulladások, fekélyek gyógyításában. Cukorbeteg vagyok 32 éve, és ízületi problémáim is voltak, és akkor abból adódott az, hogy lábszárfekélyem lett, de nagyon nagy. Hát a délpestibe kezeltek, és azt mondták, hogy mindig vágtak le belőle, és mindig nagyobb adott a seb, és mindig azt mondták, hogy le kell vágni a lábamat. Óriási fájdalmaim voltak, nagyon-nagyon fájt, és amikor itt a mágnes kezelés elkezdődött, akkor szűntek meg a fájdalmaim. Lényegesen kisebbedett a seb is, és hát én gondolom, hogy ennek a mágnes kezelésnek köszönhető ez.